Vírusok. Az ember legapróbb ellenségei. Láthatatlanok és olykor gyógyíthatatlanok. Rengeteg van, amit ismerünk közülük, és valószínűleg még több, amit nem. Világszerte foglalkoznak velük kutatócsoportok. A már ismert kórokozók tanulmányozása mellett új vírusok után kutatnak, és keresik a gyógymódokat. Azt szoktuk mondani a kollégáimmal, hogy globalizált világban nincsen lokális probléma. Tehát az a kórokozó, ami most Ázsiában vagy Afrikában pusztít, arra legyintetnénk egyet, hogy minket ez nem érdekel Európába, de ez egyáltalán nem biztos így is marad. Ugye pillanatok alatt repkedünk jobbra-balra a világba, néhány óra alatt exotikus tájakról, sűrű lakott területekre tudunk érkezni, és ebben a pillanatban ezeknek a vírusnak a jelentősége megsokszorozódik. Éppen ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy egy Közép-Európa szerte egyedülállóan modern és biztonságos virológiai laboratóriumot adtak át a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. Ez a BSL 4-es szintű víruslabor megfelel akkor minden labortechnológiai, biobiztonsági és biztonságtechnikai követelményeinek, így teszi lehetővé, hogy a kutatók a ma ismert kórokozók bármelyikével dolgozhassanak. Ultracentrifuga, kutató mikroszkóp, fertőtlenítő berendezés, egyénre szabott szkafanderek, csak néhány az újonnan beszerzett, nagyértékű eszközök közül, de a labor infrastrukturális és gépészeti elemei is megújultak. A szakemberek így olyan vírusokat elemezhetnek majd, mint az ebola vagy a nipa vírusok, vagy éppen a már hazánkat is egyre inkább fenyegető krími-kongói vérzéses lázvírusa. Olyan kísérleteket szeretnénk most elindítani, ami valamilyen terápiás, valamilyen gyógymód, valamilyen vakcina, valamilyen olyan hatékony ellenszer a vírusfertőzéseknek, ami csak egy ilyen laboratórium és csak egy ilyen biztonsági szintű laboratóriumban lehet megvalósítani, hiszen élő, fertőzőképes, úgynevezett infektív kórokozókkal dolgozunk. A pályázat lezárult, a labor elkészült, de ez még csak az út eleje. Hamarosan becsukják a laborajtókat, hogy megkezdődhessen az igazi kutatómunka.